Kedves nézők! Kultúrtörténeti esemény színhelye lesz New Yorkban a David H. Koch Theater, ahol október 30 és november 11 között mutatkozik be először a Magyar Állami Operaház. 350 énekes, zenész és táncos fog gyönyörű pazar válogatási műsort bemutatni, jelentette be a Magyar Állami Operaház igazgatója, Ókovács Szilveszter úr. Tekintsenek most meg egy kis ízelítőt ebből a műsorból. Kedves nézők, a Pilvax produkció mutatta be Rejtő Jenő népszerű regényéből, a Piszkos Fredből készült amerikai magyar muzikát a híres La Mama színházban. Az eseményről Patkós Attila és Apatini Gyula készítettek beszámolót. Üdvözlöm a kedves nézőket! Pár héttel ezelőtt találkoztunk a Zsédei Tímeával, aki itt áll mellettem. Akkor még csak tervek voltak, próbák voltak, és érdekes, most már vége van az öt előadásnak. Úgy hallottam, hogy nagyon nagy sikere volt, mi is láttuk a darabot, szenzációs. Nagyon jó a zene, nagyon jók a színészek. A Piszkos Fred az 100 pontból az én részemről 170-et kap, vagy 250-et. A Piszkos Fred hihetetlen. Pont el lett találva. Igen, igen, nagyon örülök neki, hogy ugye Michael, aki a színész, egyrészt iszonyatosan hálás volt azért a szerepért, tehát valahogy így azonnal láttam benne, hogy ő kell, hogy legyen a Piszkos Fred, és ő meg így nagyon-nagyon, tehát nagyon gyorsan megértette, hogy ez a karakter, ez igazából milyen, pedig egy amerikai Ohio államból való, tehát soha nem volt Magyarországon, nem volt Kelet-Európában, tehát fogalma nincs erről az egészről, de valahogy, ahogy leírtam neki ezt az egész karaktert, azonnal megtetszett neki, hogy ez kicsit ilyen karikatúrája ennek a furcsa törvényen kívüli szabad figurának, és akkor ezt így nagyon-nagy örömmel játszotta el, és lényegében így közelebb is került ehhez a kultúrához, amit próbáltunk megmutatni, és mindenki tényleg nagyon szereti, mert nagyon nagy szenvedéllyel játszik, és nagyon hálás ezért a szerepért, úgyhogy mindent beletett valóban. Egyébként, mikor fiatal voltam, könyvben olvastam, illetve képregényben, és tényleg ugyanez a figura volt, tehát a mozgását tekintve, és arra gondoltam, hogy mivel neked van egy magyar könyvesboltod, biztos, hogy adtál neki egy pár ilyen képregényt, átnézegette, és teljesen ő. Nem, abszolút nem adtam neki semmit, tehát én azt szeretem, hogyha a fantáziájából dolgozik, úgyhogy nem akartam, hogy leutánozzon bármit is, hanem hogy azt szerettem volna, hogy így maga, hogy belülről életre keltse. Tehát ez pont így jött ki. Úgyhogy lényegében többen ezt mondták tegnap, már így az ötödik előadás után, hogy ez olyan fantasztikus, hogy így megteremtettük a Piszkos Fredet színpadra, és ráadásul ezt így New Yorkban. Tehát, hogy nem Budapesten, vagy nem Kelet-Európában, hanem New Yorkban így lett egy Piszkos Fredünk. Nagyon jó volt a látvány, nagyon jó volt a zene. Erről beszél részletesen egy kicsit, illetve arról, hogy ugye voltak magyar színészek is, voltak amerikai színészek.
Igen, nagyon büszke voltam, amikor néztem a darabot a magyar színészeinkre egyébként, mert ugye azt éreztem, hogy, hogy bizonyos karakterekhez kell az, hogy magyar legyen, vagy hogy kelet-európai legyen, tehát például a Gernert Csak pont a Csabit akartam megemlíteni, hiszen ő hozott egy olyan belső dolgot, amit igazából csak a magyarok értenek. Igen, pontosan, és ugye a Gernert Csabi, én is azt gondolom, hogy, a, hogy így jól megéreztük azt, hogy a, hogy a Poncinak, tehát ennek a kelet-európai bankár karakternek, de főleg hát ez a gangster, aki ugye egy ilyen nagyon-nagyon alvilági, mély, nem is tudom, ilyen mély, furcsa humorral rendelkező figura, meg ugye ennek a fizikalitását a Csabi azonnal érezte és tudta, és ez annyira újdonság volt, hogy az amerikai színészeknek maguknak is ez valami teljesen új volt, mert ők ilyet nem láttak, ugye ez kicsit ez, a, ez az ilyen Gorki, meg Gogol, tehát ez egy olyan, olyan történet, meg egy olyan világ, amit az általános amerikai színház meg színész nem ismer. Egyébként, amikor csináltuk a meghallgatást, akkor én minden színésztől megkérdeztem, hogy van-e valamilyen köze az európai színházhoz, vagy csinálta kelet-európai színházat, és általában Csehovnál így leragadnak. Tehát, hogy Csehovnál többet általában nem ismernek. Úgyhogy számukra mindenkinek én azt láttam, hogy ez ilyen nagyon-nagyon egzotikus volt, és nagyon érdekes, és szerintem ezért is voltak a színészek ilyen nagyon-nagyon ügyesek, és a magyar színészek meg én azt gondolom, hogy mivel hozzájuk még közelebb állt a téma, meg ugye talán a legbüszkébben álltak a színpadra, ezért szerintem nagyon erősek voltak. Tehát én azt gondolom, hogy kimagaslóan jó munkát végeztek a magyar színészeink, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk. Plusz az akcentusra is, hogy próbáltunk egy olyan akcentus. Ez egyébként egy érdekes történet, mert a Mariska karaktere, ott egy ilyen 1942-es magyar akcentust próbáltunk megvalósítani, tehát egy erősebb magyar akcentus, mint ami valójában van, lenne a színésznek. És ott például egy-két amerikai színész szólt nekem, hogy annyira nagyon erős az akcentus, hogy nem értik. Egyszerűen fogalmuk sincs, hogy mit mond a Mariska. Úgyhogy abból egy kicsit visszavettünk, de azért próbáltam, ugyanúgy, hogy a Rejtőnél is ez a kicsit ez a akkori 30-as, 40-es évek Hollywoodjába, a Zsa Zsa Gábor, meg az Éva Gábor, meg a Cukor, meg szóval ezek a magyar karaktereknek az akcentusát használni a színpadon. És volt olyan amerikai, aki rájött arra, hogy ja, hogy ez az akkori-kori magyar akcentus. Szóval, hogy nagyon sok, a francia akcentus mindenki nagyon szerette, hogy az első osztály utas közül használtuk a francia akcentus, és ott azonnal kijött, hogy ez egy... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek a darabnak azt hiszem az egyik legérdekesebb része, ami nem a zene, mert nyilván a zenét mindenki nagyon szereti, az az, hogy ezt a sokszínűséget meg tudtuk mutatni nyelvi eszközökkel. Tehát szerintem ez nagyon érdekes volt benne. Én konkrétan most levegő nélkül 13 percet beszéltem, konkrétan Gernert Csabinak a cigány habitusán. Nem, egyébként nem, én ezt levettem, tehát én ezt nem olyan akartam, hogy ez egy ilyen fajta dolog legyen, úgyhogy nem igazán, tehát ezt tompítottuk, és ez igazából egy ilyen furcsa kelet-európai balkáni karakter. Zsiványszerű. Zsivány, igen, tehát inkább zsivány karaktert próbáltuk bele csinálni. Gondolom, ismerve téged, most nem állsz meg, hanem jönnek a következő tervek, a következő. Mi a következő terved? Nem, most egyelőre még a következő tervről nem beszélek, ami nem ide tartozik, hanem azt szeretném, hogy mivel tegnap mindenki nagyon szomorú volt, hogy az 5. előadás után most ennek így vége lett, ezért lényegében a szemekből és mindenből azt olvastam ki, hogy egy posztprodukciós dolgot el kell indítanom, úgyhogy most azon gondolkodom, hogy lehet ezt az egészet valahogy folytatni, továbbvinni, esetleg ősszel újra bemutatni, szóval valami ilyesmi jár most az agyam, és akkor emellett pedig a másik dolgot is csinálom, ami egyébként most inkább film, de dokumentumfilm irányba fogok egy kicsit menni. Tíma, köszönjük szépen, jövünk akkor is, mindig jövünk. Remek volt az előadás, remek volt a díszlet, a zene, csak gratulálok. Oh, this is so good, nothing's better than these rooms. Oh my God, this is truly posh. Start work out, work home, only bring the boards of broken hearts. Our burning hearts, boy, do we suffer a lot. And tell me to invest. I give them every moment to Peter's. Who's been lawlessly the rest? I take the money of a few, promise them long returns, and when the second group comes along, they don't go into the first, and so on, and then the next sucker appears on the scene. They beg me to invest, they beg me to invest. I'm saving paint the second group. Voila! Who's next? Who's next? This can't work. Whose idea was this? Oh my God! Oh my God! She's upset! She needs help! I need someone that works here! Oh my God! Hurry up!
the big Baileys, of delivering noisy babies. Organize your activities according to my priority. The ideal was this summer. Ready to dance, taking every given chance. Young man, now you have a different role. So put it into your heart and put it into your soul. Let's dance now. Let's dance until the dawn. Just follow us and hang on. Follow us and hang on. When the music comes and it fills the hall, we will dive into the song and you will sing along. We just give our whole new meaning to Halloween and feeling. When the chips are down, we'll go to town. Of me own, though. I should have known. Let's listen.
$10 million wired to my account today. You have an account? In a Swiss bank. Well, we are a little short of cash right now, but once we have taken the island, we will have plenty. And I'm sure you trust us. Of course I do. Of course. I dream a home by the words he's asleep. I dream of love that's mine. It's mine to keep. I dream on my own. I dream alone. The words asleep and I dream alone. I dream of love that's mine to keep. And that is all I need. Night on the beach, with a giant full moon and millions of shooting stars. I want a guy who's cute and strong. Well, not as strong, but you know, right? I dream of something more than just the stars. I dream of love that's real, the one that lasts. I dream day and night. I dream of love I've never ever found. But it's not too much to ask. But someone smiled and I would make him. That people play the morning in our bed, waking up to the smell of fresh air. I dream of dancing under the stars to the sound of a thousand guitars. I dream alone. At our terminal orders. Sir, we are waiting for your instructions. Sir! Give out the warning signal and get the guns ready. Yes, sir! Sir! Ship to dock in port at midnight, stop. Crown Prince Samuel on board, stop. All ammunition thrown overboard. Do not shoot. Stop. Take Crown Prince Samuel to castle and arrest the rest. Stop! 4,400 years ago, Babylonians did bestow the world and had a little gift. Making, counting, that's more sweet. Before they knew how to rise, if your budget was high, just for the movies left and right, present a house of life. Thank you.
Thank you very much for coming tonight. You guys just saw the last performance of this round of Captain Filthy Fred. I want to give a big round of applause to the musicians that were playing when you were captured. And I want to Jeff, our musical director and conductor. And I want to call here, please, the writers, Marika and Istvan, if you can come. And I want to call here the person who made all of this possible, the director and producer of this show, Timia. Please, come to the stage. Behind your accomplishments, there have been friends. This show would have never been on stage if two friends of ours, Eva and Lajos Pollock, did not help us to get it here with their criticism, with their love, with their help. And I want to thank them and all of you. So thank you very much, this is a big Boston and New York. And thank you very much for your speech. I would like to say that it's a kind of miracle because we had to work very fast, we had to work very intense, we had a very low budget, but we did it. So thank you very much for everybody. So Zsófia Szabó Opera, our set and light designer. Thank you, Zsófi. Thank you very much. And two amazing choreographers, Nobuya, who let's see. Please come here. So this is Nobuya, it's amazing. And the other one is Stephanie Godino. They are amazing. You know, very, very good. You know, they did this job for 2 weeks. We had 2 weeks for the choreography. So everybody's so amazing. And you know, this is a big teamwork. So I would like to thank you for our, you know, stage manager and director assistant. Tim, please, Tim, come here. You are a hero. Hey, Tim, come here, please. Tim, we are waiting for you. And please, Lana, please come here too. She's our production manager. Everybody's so important in a teamwork, so please come here. So thank you, and I would like to thank you for the audience, because without audience, there is no theater. So thank you very much for coming, and good night, thanks. Kedves nézők, ezzel mai adásunk végéhez érkeztünk, viszontlátásra a jövő héten.